megy. Kb. 25 évvel ezelőtt, amikor még gyerek voltam, apámnak mindig azt adtam be, hogy a ház mögött biciklizek, Újpest egyik lakótelepén, és közben a haverokkal mindig ellóptunk erre. Akkor ez egy teljesen érintetlen terület volt, nagyjából arra egy erdő volt, és itt egy út ment keresztül, hát gyakorlatilag a Megyeri útnak a folytatása, és itt szűnt meg a Megyeri út kint a semmiben, ilyen földúttává. És rengeteget kalandoztunk erre, többek között a láb, ami most tőlem arra van, itt a vége. Ezt is bejártuk annak idején. Itt ilyen árvalányhaj volt mellett, ilyen mezőkön, illetve hát maga ez az egész munkáj ilyen így meg volt. És nagyjából amikor valaki kitalált, hogy az M0-ás eljöjjön erre, akkor megjelentek az autók. Először nagyon sok telket felvásároltak. Azóta pedig gyakorlatilag Dunakeszi és Újpest között minden zöld felület eltűnt. Ötcsillagos szálloda, élményfürdő épült, bevásárlóközpontok, több is, most is ugye a lábhelyére is az épülnek. Gyakorlatilag szennyvízcsatorna lett a patakokból, aztán, és ugye itt, amikor a Megyeri úti, vagy a Megyeri híd megépült, gyakorlatilag akkor a már eddig is itt lévő forgalom megduplázódott minimum. És minden felettek az autók, és azt lehet látni, hogy van az a dugó, az fölér az M0-ás autópályára, és ez minden szombat, vasárnap ez van már itt. És hát most még nagyobb dugó várható. Tehát, hogyha még ide jön egy áruház, még 2800 parkolóhelye, várhatóan ez csak tovább fog növekedni. Gyakorlatilag az én a fiamnak már nem tudok mutatni semmit, autóval kell nekünk is elmenni valahova kirándulni, mert itt már nem fogunk tudni. Nagyjából azt lehet még tudni erről a környékről, hogy Dunakeszi és Újpest polgármestere is örömmel adja át ezeket a telkeket befektetőknek. Minden évben valaki megjelenik, a közelmúltban a Dunakeszi repülőteret, a lovaspályát nézték ki, de itt is, itt most már nem lehet mit eladni. Illetve most még a Szilaspatak mentén 2,5 milliárdért árul Újpest egy újabb zöld területet, úgyhogy ez megszűnt itt, így zöld területet.